El is kezdenénk akkor a következő etappal. Jó, akivel a mai nap folyamán még nem találkoztam esetleg, Győri Alex vagyok, és az Intren képviseletében elég sok Google AdWords kampány menedzselek. Jó, na, még megvárjuk ezt a pár beszállingózó embert. Oké. Mielőtt elkezdenénk, kérdezgetnék egy kicsit. Kinek van AdWords kampánya? Mégiscsak. Jó, rendben. Ki az, aki egy évnél régebben kezeli? Oké. Az jó, az jó. Hát végül is az is AdWords kampány. A többieknek tényleg nincsen, vagy csak bátortalanok vagyunk jelentkezni? Most kezdjük, volt. Az is már valami, akkor valami tapasztalat van. Jó, hát akkor azért megnézzük ezeket az újdonságokat, aztán, hogyha túl előre szaladtunk, akkor majd maximum kérdeztek valamolyat, ami felmerül nálatok, és érdekesebb lehet, mert lehet, hogy ez még egy kicsit távoli lesz akkor, jó? Na nézzük első újdonságként, mit hoztam. Nem egy olyan nagy újdonság, de nagyon kevesen szokták használni az AdWords-nek ezt a hirdetés előnézeti eszközét. Természetesen, hogyha valaki nem csak Magyarországra és magyar nyelven hirdet, hanem nemzetközi kampánya van, akkor meg végképp elengedhetetlen ez az eszköz, hiszen akkor végképp esélye nincsen másképp ellenőrizni, hogy a megfelelő országokban a megfelelő nyelven jelenik-e meg a hirdetése. Mivel nem menedzseltek AdWords kampányt, ezért nem kérdezem meg, hogy ki szokta ezt használni, de hogyha elkezditek használni az AdWords-ot és lesz kampányatok, akkor utána semmi esetre se úgy ellenőrizzétek a hirdetéseteket, hogy megjelenik-e, hogy Google Who, utána pedig beírom a kis kulcsszavamat, és akkor ott nézegetem, hogy megjelent a hirdetésem, vagy sem. Jó? Ennek két oka is van. Ebből csak rossz tud kisülni. Az egyik az az, hogy megjelenik a hirdetésem, de nem kattintok rá, akkor ugye csökkenni fog az átkattintási arány, ami ugye nem jó nekünk. Vagy a másik eset van, hogy rákattintok a saját hirdetésemre, ez ne történjen meg, de hát az meg akkor ugye pénzembe került. Tehát akkor ez így, mind a két opció, ez így problémás. Ráadásul, mióta ezt a hirdetés előnézeti eszközt befűzték az AdWords fiókba, azóta úgy működik a dolog, hogyha belépünk az AdWords fiókunkba, és ott a jelentések fűről megnyitjuk ezt az előnézeti eszközt, akkor miután beállítottuk tök egyszerűen, hogy melyik doménen, melyik országban, milyen területen keresünk és megadtuk a kulcsszavunkat, és rámegyünk, hogy keresés vagy előnézet, akkor ott ennek az egész szlájdnak most nem látszik az alján, nincs lekérve semmi, akkor ott az alján azt is kiírná, hogy melyik kampányunk, melyik hirdetéscsoportja idézte elő a mi hirdetésünket. Ami nagyon fontos info, főleg az elején, mert ha nincsen még nagy rutinunk és nem használtuk a kulcsszó egyezés típusokat, akkor könnyen előfordulhat, hogy bizonyos kulcsszavakra nem az jelenik meg, amit mi szeretnénk. És akkor erre itt könnyen rá lehet itt csodálkozni, hogyha már azon túlléptünk, hogy egyáltalán csak annyit akartunk megnézni, hogy megjelenik-e egyáltalán a hirdetésünk, rá lehet csodálkozni, hogy hú, de hát itt ez a kulcsszó, nem ennek a hirdetés szövegnek kéne megjelennie, akkor meg tudjuk nézni, hogy melyik csoport idézte elő a hirdetés megjelenését, és akkor mindjárt meg tudjuk nézni, hogy abban a csoportban milyen kulcsszavak vannak, és ez hogy jöhetett össze, és akkor tudunk ezen javítani. Nagyon fontos, hogy nehogy rossz üzenetet adjunk át az embereknek, mert akkor romlik a kampány hatékonysága. Aztán a következő dolog az automatizálás. Hát ez is, akinek nincs AdWords kampánya, vagy nem olyan rég kezeli annak, ez egy kicsit távoli beállítási dolog. A lényeg az, hogy ez most teljesen új és van rá lehetőség. Ami azért nagyon jó, mert hogyha valaki egy jó AdWords kampányt akar csinálni, akkor azzal nem elég havonta két órát foglalkozni. Mert az nulla, az nem lesz jó AdWords kampány, tehát ezzel sok időt kell tölteni, viszont hogyha vannak azért ilyen algoritmizálható feladatok, hogy mi alapján kell kulcsszavakat szüneteltetni, rálicitálni, és hogy kell egyáltalán a kampányt menedzselni, amiket jól tudunk algoritmizálni, azokat pont emiatt az automatizálás miatt be tudunk állítani, és akkor emiatt meg tudunk spórolni egy kis időt magunknak, hogy mégsem napi egy órát kelljen előtte ülni. Jó, a beállítása viszonylag elég egyszerű, tényleg csak az a lényeg, hogy kitaláljuk, hogy számunkra milyen feladat a szükséges. És ami még jó egyébként ebben az automatizálásban, hogy bekerült a rendszerbe, hogy persze ilyen automatikus dolgokat lehetett csinálni, hogyha az ember írt egy API programot az AdWords fiókhoz,
de mivel általában senki se programozó így otthon hobbiból, ezért ezzel meg kell bízni egy céget, ahol meg az egy súlyos százalékba került utána, hogy legyen egy ilyen apja az embernek. Természetesen itt ezen az interfészen nem tudunk mindent beállítani az automatizálás során, amit csak apival lehetséges, de nagyon sok alap dolgot igen, ami megkönnyíti a dolgunkat. Teljesen egyszerű kampányszintű hirdetéscsoport és kulcsszó vagy hirdetésszintű szabályokat tudunk létrehozni. Az automatizálás gombra rákattintva bármelyiket ki tudjuk választani. És utána egyszerűen megadjuk a paramétereket. Itt egy ilyen egyszerű példa van. Kulcsszavak esetén azt mondjuk meg, hogyha naponta egyszer megnézzük azt, hogy aznap melyik kulcsszavaknak volt a print screen-en el van rontva, ugye nagyobb 1%-nál az átkattintási arány, de mondjuk az lenne az izgalmasabb, hogyha kisebb, és azt mondom, hogy akkor ezeket leállítom. De igazából ez ugye nem lenne egy jó szabály, mert ha nincs a húdon egy volumen a weboldalamnak, meg az AdWords kampányomnak, akkor lehet, hogy egy nap egy kulcsszavam csak 10-szer jelent meg, és abból nincs kattintás, akkor nulla az átkattintási arány, és akkor általán minden kulcsszavamat, vagyis hát egy nagy részét, akkor az nem lenne jó. Ezért van az, hogy ezeket tudjuk ötvözni, és akkor össze tudjuk éselni a feltételeket. És mondjuk következő feltételnek beállítjuk azt, hogy és a megjelenése nagyobb volt, mint 1000. Mert 1000-szer megjelent, és 1%-nál kisebb az átkattintási arány, akkor az lehet, hogy nem egy olyan jó kulcsszó. Jó, és akkor ezt persze lehet a kulcsszavakkal variálni, meg a mutatókkal is. Akinek van konverziója, vagy még nincs, de be fogja állítani, akkor konverzió optimalizálás szempontjából erre is rá lehet állítani az automatizálást, és ugyanígy meg lehet adni a hirdetésekre is, ugyanígy hirdetéseknél milyen volt az átkattintási arány, hogy egy kampánynak milyen teljesítménye van, azt szerint lehet játszani. Kulcsszavaknál még azt is lehet, hogy ugye növelünk a max CPC-n, vagy rálicitálunk valamire, hogyha elég jó eredménye van. És akkor ezeket tovább lehet ötvözni a végtelenségig. Szóval, ha már elkezditek használni az AdWords-öt, és van némi tapasztalat, meg futott mondjuk egy hónapot a kampány, akkor utána érdemes elgondolkozni azon, hogy az optimalizálás során milyen olyan feladatok vannak, amit lehet automatizálni, és akkor azokat beállítani, hogy azzal ne kell nektek időt tölteni. Ettől függetlenül az nem azt jelenti, hogy beállítok 3 ilyen szabályt, és 2 hónapig nem nézek rá az AdWords fiókra, mert az megint nem lesz jó. Tehát azért rá kell nézni, csak akkor nem olyan sűrűn. És akkor, ami fontosabb, és végül is egy kezdő kampánynál is már lehet alkalmazni, és nem igényel olyan hatalmas nagy AdWords tudást, azok a hirdetés bővítmények. Igazából, amikor ezt az egésznapos Google szemináriumot tartjuk, akkor mindig elmondom ezekről a mindenféle beállítási lehetőségekről, hogy ezt mindenki fontolja meg, hogy neki valóban be kell leállítania, tehát ne az legyen, hogy jó, persze, hát itt voltunk, az Alex elmondta, hazamegyek, és ész nélkül mindent bekattingatok, amit aznap hallottam. Mert mindig meg kell nézni, hogy az eredmények indokolják-e azt, hogy én most valamit változtassak, vagy beállítsak a kampányomon. De a hirdetés bővítmények, az pont az a különleges eset, hogy ez csak jó lehet a kampányomnak, tehát ezzel bukni nem tudok, tehát ez tipikusan az, hogy hazaszaladok és beállítom egyből. Ezek közül az első, ugye a mobil hirdetésekhez kapcsolódik majd, és akkor a telefonos bővítmény lesz. A mobil hirdetések nagyon fontosak. Ott is megjelent ugye szöveges meg képes hirdetés, a képes egyértelműen csak a tartalmi hálózaton. Sokan gondolják azt, főleg Magyarországon kis piac vagyunk, mi nem vagyunk annyira jók, mint a nyugat, meg amerikait, nem rohangál mindenki okostelefonnal, nem annyira fontos ez a mobiltelefonpiac nekünk. Elég sok speciális, esetleg építőipari vagy hasonló kampányokkal, meg weboldalakkal foglalkozom, és például van egy ilyen kazán, kondenzációs kazán, vegyes tüzelési kazán, és mondjuk társait áruló cég, akiket hirdetünk is egyébként, és az Analytics-ben ezt mindenki meg tudja nézni, akinek van Analytics a weboldalába, tehát ugye a mobilokról érkező keresések, azaz egész weboldal keresésének a 7%-a érkezik mobilról, ami az egy elég nagy szám. Jó, és egy kondenzációs kazáról beszélgetünk, tehát az azért tényleg nem egy olyan termék, ami délután munkából hazafele eszembe jut, hogy kéne venni egy kondenzációs kazánt, megnézem, hol van itt a környéken, és ezért kezdek el mobilról keresni. Nem ilyen termék, mégis rengetegen keresik mobilról. Jó, tehát van létjogosultsága szinte bárhol, igaz, hogy nem hisszük el, de van. Ez ugyanolyan, mint 4-5 évvel ezelőtt az AdWords,
voltak olyan területek, ahol azt mondták, hogy hát az én kulcsszavam, az én területen nagyon speciális, senki nem keres rá. Jó, én 4 éve hirdetek olyanra, hogy orsókenő olaj. Ennyi. Tehát én is azt hittem, hogy erre nem keres a kutya se, de keresnek, és mindenre keresnek szinte az AdWords-be. Nincs olyan kulcsszó, termék, szolgáltatás, amire nem. Jó, ez is egy ilyen dolog, meg kell szokni, hogy a mobilról jönnek a keresések. Az egész mobil kampány az úgy épül fel, hogy hát még ugye nem vagytok rutinosak, mert nincs AdWords kampányatok. Ha már az elején jól akarjátok csinálni, akkor nem úgy kezditek, hogy van egy kampány, amiben van egy hirdetéscsoport és 50 kulcsszó. Ez nem lesz jó kampány. Ezt ugye hát elég sokáig lehetne ragozni, de azt minimum belétek veri majd valaki, vagy kitapasztaljátok, hogy a tartalmi és a keresőházatot minimum külön kampányba tesszük. De egyébként, ahogy egyre haladóbbak vagyunk és egyre jobban tudunk optimalizálni, egyre inkább rájunk, hogy az új eszközöket mind-mind külön kampányba fogjuk pakolni, mert különböző beállítási lehetőséget fogunk alkalmazni, különböző tulajdonságaik vannak, és ezért ez igénylő, hogy külön kampány legyen. Ennek megfelelően a mobil kampány is egy tök új kampányunk lesz külön. Ahhoz, hogy ez jól működjön, 2 dolgot fogunk csinálni mindjárt az elején. Belépünk AdWords fiók kampányszintű beállítást, tehát a kampányoknál állok, és aztán ugye beállítások. Kiválasztom az eszközöket, és ott ugye nem azt mondom, hogy mindenhol mehet, hanem az asztali gépektől kiveszem a pipát, és csak kijelölöm ugye a mobil készülékeket. Ez ugye azért mondtam, hogy 2 dolgot csinálunk mindjárt egyből, mert csinálok egy mobil kampányt, ahol bejelölöm, hogy nincs asztali gép, csak a mobilok, akkor az eddig futott, vagy aki majd most hozza létre újonnan, és csinál ilyen is, meg egy ilyet, meg egy olyan kampányt, ami megy asztali gépeken is, ott akkor be kell lépnie, és ki kell vennie megint csak ott akkor ugye a mobiloktól a pipát, és a normál kampányra beállítani az asztali gépet, ami a normál kereső kampánya lesz jelen esetben. Jó, tehát itt ez 2 külön kampány, és ezt a beállítást mindjárt megtesszük az elején, hogyha azt akarjuk, hogy ez a dolog jó legyen. Szóval eljutottunk odáig, hogy van egy ilyen mobil kampányunk külön, és akkor mindjárt fel is tudjuk használni az első hirdetés bővítményt, ami ez a click-to-call bővítmény lesz. Ott hát elég jól látszik, mert elég nagyban van, úgy ott megjelenik egy telefonszám a mobilon a hirdetés alján. Jó, ez annyit fog eredményezni, ez persze mi adjuk meg ezt a telefonszámot, ez annyit fog eredményezni, hogyha valaki meglátja a mi hirdetésünket, ugye ez megjelent neki a mobiltelefonon, ott van a telefonszám, akkor lehetősége van arra, hogy rányom a telefonszámra, és akkor egyből felhív minket, és akkor nem a hirdetésre elmegy a weboldalra, és ott még bóklászik, vagy valahogy felveszi velünk a kapcsolatot, hanem egyből fel tud minket hívni. Az elszámolási alap az teljesen úgy működik, mint az AdWords-ben egyébként a kulcsszavaknál, kattintás alapon, itt egy hívás, egy kattintás, ha valaki felhívott minket, akkor mi azért fogunk fizetni a Google-nek. Jó, teljesen egyszerű, praktikus, és akkor amikor szükség van rá, akkor lehet ezt használni, és akkor a telefonról egyből indítják a hívást. A beállítása az roppant egyszerű, fölül kiválasztjuk a hirdetés bővítmények menüpontot, aztán a bővítménytípusok közül a telefonos bővítményt, aztán meg kell adnunk az országot, a telefonszámot, és kész, ennyi volt a dolgunk. Persze a telefonszámot a megfelelő formátumban. Jó, és akkor ez így megjelenik, ez az extra ott a hirdetések alján, is fel tudnak minket hívni. Ugye ez a mikor hirdess a mobilon kérdés, ez egy kicsit ugye itt ilyen fel vannak sorolva ilyen példák, de mint az elején elmondtam, mert ugye nagyon sok mindenre keresnek most már mobilról, igazából azt is lehetne mondani, hogy ez nem annyira tényszerű ez a kérdés. Meg kell próbálni, mert szinte mindenre keresnek most már mobilról is, tehát azon veszteni nem lehet vele, hogyha valakinek van egy mobil kampány, és arra még beállítja a click-to-call bővítményt is, attól se tud semmit veszteni, tehát érdemes kipróbálni. De természetesen vannak esetek, amikor viszont mindenképpen használni kell. Egyértelmű, hogyha azok az emberek, akik a mi termékünkre, szolgáltatásunkra keresnek, ugye mozgásban vannak, jönnek, mennek ide-oda, főleg ugye turisztika területén, szórakozóhelyek, éttermek, stb. Ott mindenképpen kell. Étteremnél is megyek, itt vagyok, szeretnék egyet tenni, rákeresek az éttermekre, kijöttök, jó volt a telefonszám, már föl is hívom, és megkérdezem, hogy van-e asztal, tudok-e menni. Szállodáknál ugyanilyen jól működik, lehet őket egyből hívni, hogy van-e szoba, lehet-e menni. Jó? Hát a második lehetőség, ugye ez a sürgősségi szolgáltatás, az egyértelmű, hogy hát, ha valakinek ilyenje van, akkor elengedhetetlen, hogy ezt használja. Nekem nagyon jó példám, ezt mindig elmondom a tanfolyamokon is, hogy ugye amikor a semmi közepén megáll az autó, és mondjuk
az akkumulátornak van problémája, akkor tökre nem érdekel sem, hogy kinek milyen weboldala van, van ott egy telefonszámom, már hívom is, és istenként fogom tisztelni azt, aki hoz nekem gyorsan egy akkumulátort, és mehetek is haza tovább. Tehát ilyenkor, amikor kell, nagyon nagy a szükség erre a segítségre, akkor egyértelmű, hogy a telefonos dolog az jól fog működni. Aztán persze át rá lehet menni arra is, hogyha valaki ilyen Apple-fenek az ő célcsoportja, valami miatt, a termék miatt, akkor erre rá lehet menni, és akkor egyértelmű, hogy ott működni fog ez, mert náluk biztos van egy iPad, meg 3 iPhone, és akkor ő náluk ez abszolút tud működni. De mondom, ettől eltekintve tök nagy általánosságban is nagyon jól működik egy mobil kampány. Amíg a mobilokra akkor visszatérek, csak pár szám, hogy mennyire fontos ez a mobil, meg hogy mennyire erre megyünk, és igazából a Google is nagyon ezt a vonalat favorizálja mostanában, és mindenhol ezt említik, és erről beszélnek. Nem véletlen szállt be a mobiltelefon piacra, nem véletlen van saját mobil, nem véletlen van Android operációs rendszer rajtuk, és a többi, és a többi. Szóval ők ebbe látják a jövőt. 2008-ban talán a keresések 3%-a indult mobilról, aztán 2009-ben ez már 7% volt, 2010-ben 15%, és azt prognosztizálják, hogy 2011 végére 25% lesz a mobilokról indított keresések aránya. Ami az elég durva, hiszen a keresések negyedéről beszélgetünk. Jó, persze ez világméretben, mindig mondjuk, hogy Magyarország az kisebb, meg nem úgy van, de azért, ha elmondom, hogy naponta 300 000 androidos mobilt aktiválnak, akkor az egy jelentős szám, még ma is napi 100 000 iPhone-t aktiválnak, és hát ezek a számok mind azt mutatják, hogy elég dinamikusan nő az ilyen okostelefonok száma, amiket használnak az emberek, a régi telefonok lecserélésre kerülnek, amíg nekem nem volt ilyen telefonom, addig nekem sem jutott eszembe, hogy a telefonomról keresek rá akármire, mióta ilyen telefonom van, addigra a fűre fára már azóta ezen rákeresek. Menet közben, vezetés közben is ez nem probléma, de bármire rákeres az ember, és akkor ez teljesen jól működik. Úgyhogy nagyon nagy létjogosultsága van a mobilnak, és mondom, a Google is nagyon ebbe az irányba tendál, hogy efelé fejlesz rengeteg mindent. Na jó, nézzük a következőt, ez a Sitelinks. Nem kérdezem meg, hogy ki használja, hiszen akkor itt egy aktív AdWords kampánnyal rendelkező úriember van. Jó, ez nagyon jó dolog, plusz linkek vannak elhelyezve a hirdetésünk alján, ott a kis keretben 3 jelent meg. Maximum 4 jelenik meg, 10-et tudunk beállítani a rendszerbe, de maximum 4 jelenik meg. Az, hogy most éppen ott 3 jelent meg, az, mi csak 3-at állítottunk be, vagy ez egyébként, mint az AdWords-ben minden, van minőségi pontszám, relevancia, stb. Ez is relevancia függő, ha oda egy olyan linket adtam meg, ami rám abszolút nem releváns, akkor az előfordulhat, hogy az nem jelenik meg az a link. Nézzük meg, hogy miért is jó ez nekünk. Magyarországon még mindig nagyon kevesen használják, tehát ez már alapból a többiekkel szemben egy versenyelőny, de ha meg a többiek használják, akkor meg én vagyok lemaradva, hogyha nem használom. Aztán mi is? Ennek van még egy vizuális hatása is. Ugye mindig az a jó, hogyha én valamiért extrább vagyok, vagy nagyobb felületet foglalok el, mint a többiek a hirdetésekkel, és ezért az AdWords rendszerében főleg előjön, hiszen azért itt elejében be van sablonizálva, hogy kinek milyen hirdetése van, szöveges hirdetésekről beszélünk, megszabott karakter számokkal, tehát azért itt nem nagyon tud variálni az ember. Jó? Ha ott van nekem még 4 linkem, akkor én még egy csíkkal nagyobb hirdetésem van, nagyobb felületen látnak engem az emberek. Minél nagyobb a felület, annál kedvezőbb lesz. Arról nem beszél, hogy oda teszek plusz linkeket. Oda tettem a plusz linkeket, azzal mit érek el? Először is lehet az, hogy követő termékeket is oda tudok tenni, vagy keresztértékesítés. Jó, tehát mire hirdetek rá? Nikon D5000. Igen, kijön a kis hirdetésen, felészbe ott van Nikon D5000, de alul még, lehet, hogy ő mégse ezt a terméket akarja egyből megvenni, vagy már van neki ilyen, alulra be tudom tenni linkeknek azt, hogy tükörreflexes fényképezők, kompakt fényképezők, áványok, tokok, stb. Jó, tehát ilyen további termékcsoportokat meg tudok ott jelölni. Miért jó ez? Ha mégse azt az adott terméket akarja megvenni, vagy csak az érdekli, amire rákeresett, vagy annyira a termékek kapcsolatos ajánlatom esetleg nem kelti fel az érdeklődését,
akkor is van még ott 4 link, amivel felkelthetem az érdeklődését, és arra rá fog kattintani. Ebből jön az ugye, hogy több kattintási felületem van, hogyha több kattintási felület van, akkor jobban kattintanak rám, az átkattintási arányom nő, amitől a minőségi pontszámom nő, amitől az átlag CPC-m csökken. Jó, ugye hát az ember, amikor már a végletekig optimalizálja a kampányát, akkor ez egy szempont lebeg a szem előtt, hogy az átlag CPC-t csökkentsem, vagy ugyanakkor a CPC-ből több konverziót érjek el. Ezért fontos ez az egész mechanizmus, ez egy olyan, amit úgy, ha komolyabban foglalkozik az ember AdWords-el, akkor ezt bevési az eszébe, hogy az átkattintási arányt növelve a végén a CPC-nk csökkenni fog. Jó? Hogy tudjuk ezt megtenni, beállítani, megint csak hirdetésbővítmények fül, ott kiválasztjuk akkor ezt ugye a sitelinks bővítményt, és akkor simán meg tudjuk adni ugye a linkeket, megadjuk a link nevét, ez ugye maximum 35 karakter lehet. Ez megint csak egy nagyon jó dolog. Tehát ugye alapból a hirdetésünk be van korlátozva karakter számokra, tök kevés karakterünk van. Itt most így megjelenhet még 4x35 karakterem, tehát kaptam ajándékban még 140 karakter hirdetési felületet, mert a link szövege lehet akármi. Ugyanúgy, mint az, hogy tükörreflexes fényképezőgép, de lehetne a helyett akármi más is. Jó, ami nekünk fontos termék vagy szolgáltatás, akármi. És ugye ezekhez a linkekhez megadunk egy URL-t. Hogyha rajta maradunk ezen a digitális fényképező vonalon, akkor persze ott lehet az, hogy a tükörreflexes fényképezőket arra, a termékcsoport oldalra, a kompaktot arra, az állványokat az állvány oldalra. De ha nekem egy kis weboldalon van, és igazából pár termékem van csak, vagy csak egy van, ezt akkor is kihasználom, tehát ennyire legyünk rutinosak, beírok 4 fő kulcsszót oda linknek, ami az én számomra fontos, és linknek beteszem ugyanazt a cél URL-t mind a 4 esetbe. Hiszen nincs előírva az, hogy minden linkhez külön URL-t kell megadnom. Nagyon kis weboldalam van, akkor megadok 4 linket, és minden 4 URL az a főoldalam lesz. De akkor is van ott még 4 link, amivel elhoztam a weboldalamra a látogatót. Oké? Tehát ez tipikusan ilyen könnyen beállítható, plusz felületként használható, és jó eredményei vannak. Ha nézzük a következőt, ezt a helybővítményeket. A helybővítményeket igazából nem az AdWords fiókban fogjuk beállítani, csak a végeredmény az, hogy van egy ilyen helyek fiókunk, és ezt az egészet be lehet húzni az AdWords-be. De nagyon fontos, mert azt érjük el vele, amit láttok éppen a képen, hogy lesz egy ilyen kis plusz sor, ami link, megvan pluszolva, azt le tudjuk nyitni, és akkor megjelenik ugye egy Maps térkép, amin rajta van a mi cégünknek a helye, és ugye pár adatunk, ugye telefonszám, cím, stb. Ez természetesen nem csak egy ilyen lehet, hanem nekem van 8 üzletem Budapesten, akkor felvértem mind a 8-at, és akkor mind a 8 megjelenik ott. Alapvető dolog, hogy megint csak mi a jó, ezt lenyitja valaki, akkor egy ilyen bazi nagy felületen van, tehát én már tök sok helyet foglalok el, és szinte csak engem látnak. És ha itt kattintanak akárhol, jelölőre, linkre, akármire, ugyanúgy érkeznek a weboldalamra. Ugye hát az, hogy ezt mikor használjuk, persze a legegyszerűbb, amikor tényleg az van, hogy én helyileg értékesítek valahol, van több üzletem, és akkor oda jönnek be a boltba vásárolni. De ettől függetlenül, hogyha van egy online webshopom, ahol a boltban nem vásárol nálam, senki nem jön oda, mert online vásárlás van, attól még a cégem székhelyét azt beállítom és oda teszem, mert ott van a telefonszám, meg a cím is, és lát, és innen is oda tud kerülni az én weboldalamra. Arról nem beszélve, hogy ezt az egészet csak kihasználjuk az AdWords-be, de ez a Places accountunk megvan, tehát hogyha a Maps-be valaki keres erre a területre, és ezt a környéket nézi, akkor a cégem neve az ott meg fog jelenni, a jelölővel is, meg ugye ott van a kis neve, ki van írva, hogy mi itt vagyunk. Hogyha valaki úgy keres ugye a Google-be, nem a Maps-el, hanem a Google-be, hogy beleír valami települést, vagy akármilyen földrajzi helyet, elnevezést, akkor alapból ilyen térképes találatokat hoz ugye jobb oldalt egy kockába a Google, akkor abban is ott megjelenünk. Tehát ennek a helyeknek van létjogosultsága, és több helyen megjelenik, az egy plusz extra, hogy most már be tudjuk fűzni az AdWords fiókba, és így az AdWords hirdetésbe is megjelenik. Ami persze fontos, és nem mondtam el az előbb a sitelinksnél, hogy ahogy a sitelinks is, ez is csak akkor jelenik meg, hogyha kiemelt pozícióba jelenik meg a hirdetésünk, következésképp csak a keresőbe jelenhet meg, ugye a tartalmi házaton nem, és a keresőbe is jó kiemelt pozíciókba, tehát amikor a jobboldali helyeken van a hirdetésünk, ott ugye nincsenek helye, plusz sorok, pláne nem ugye lenyíljon a térképes dolog. A
a Sitelinksnél is úgy, hogy be van állítva, de az sem garantálja azt, hogy ha én az kiemelt pozícióba jövök, akkor nekem tutira ott lesz a plusz 4 linkem. Ha jó a hirdetésem, meg jók a mutatók, akkor kikerül, de nem minden egyes alkalomban, tehát ne jegyünk meg attól, hogyha nem látjuk ott egyszer, akkor atya úristen, mit csináltunk, nem jól van beállítva, mert nem jelent meg. De utána itt a hirdetés bővítmények fűre rámegyünk, miután be van állítva, és akkor szépen látunk róla ugyanúgy statisztikát, a helybővítményekről, meg a Sitelinks bővítményekről is, megjelenés, kattintás, átkattintási aránya és a többi. Jó, tehát ott látjuk azért az eredményeket. Tehát persze, hogyha van több üzletünk, akkor mindenképpen használjuk, de ha nem, akkor is egyszer az üzletünket fölvisszük, hogy legalább a MEPS-be szerepeljen, mert abból baj nem lehet. Hogy működik ez a dolog? Itt nem megyünk ennyire step by step-re, rá tudtok keresni a Google-be, szerintem most már ez magyarul is működik, tehát Google Hooper helyek, ott be lehet regisztrálni egy Google account-tal, meg lehet adni a cégnek az adatait, mindent töltsünk ki, amennyire csak lehet, minél pontosabban, abból baj nem lehet. Aztán van még egy kis metódusunk itt, mielőtt ezt az egészet elintézzük. Azt, hogy ezt vissza kell igazolnunk, hogy ez a hely ott a miénk ügye, meg ez a telefonszám tényleg nálunk csörög, amit megadtunk. Ehhez azt szoktuk javasolni, ezt a telefonos igazolást válasszuk. Mindig bíztatok mindenkit, hogy higgyük el, hogy a Google-től vissza fognak hívni. Sajnos van egy kis probléma némiképp ezzel a rendszerben. Az elmúlt két hétben rengetegen jelentették, hogy nem jelenik meg alapból ez a telefonos lehetőség, úgy pedig ugye nehéz kiválasztani. Ez a levelező lapos megoldás, ez meg ugye úgy elég gyenge lábakon áll, tehát ezt én se várnám, hogy a Google-től majd kapok egy ilyen levelező lapot, egy PIN kóddal, tehát ez nem megy. Ezért mondják most kint, mert legtöbbször megjelenik, mert probléma van a telefonossal, és hogy a levelező lapot használják, de én azért annyira nem mennék rá. Azért mondom, tehát a rendszerben most keveredés van egy kicsit, hogy hogy nem lehet ezt visszaigazolni. Igazából először én ezt nem tapasztaltam, csak múlt héten volt pont egy ilyen haladó szeminárium, amit tartottam, ott jelezték többen, és aztán rá két napra nekünk is egy ügyfélnek be kellett állítani, beléptem én, és ott volt telefonos, fú, de jó, hát mondom, miről beszéltek itt a telefon, de mégsem működött elsőre, nem volt a telefon, nem hívta, azt mondta, nem jó, szóval vagy ötször ugráltam ide-oda a fiókba, és mondjuk ötödjére nekem is eltűnt a telefonos opció. Tehát ebből érezhető, hogy valami bug van a rendszerben, egyszer ott van, egyszer nincsen. Tehát ezzel most éppen per pillanat kicsit küzdeni kell, de ha kitartóak vagyunk, akkor 15. klikkelésre hát, ha ott van és működik is. De hát reméljük, hogy ezt azért hamar megoldják ezt a... Persze, elméletileg mind a kettő működik, nyomkodjuk addig, amíg ez a telefonhívásra azt írják, hogy sikeres, viszont ha kiírja, hogy sikeres a hívás, akkor ne jegyünk meg, tehát tényleg ez lesz, egy Google robot felhív minket, angolul fog beszélni, és bediktál egy PIN kódot, amit vissza kell írnunk itt a helyekbe, és ezzel igazoltuk azt, hogy ez tényleg ez a mi telefonszámunk. Jó, tehát ettől nem kell megijedni, arra kell odafigyelni, hogy megadok egy telefonszámot, mert van nálunk éppen egy ilyen ügyfélszolgálat, és én éppen otthon ültem, és a gépen adtam ezt meg, akkor ugye a megadott telefonszámot fogják felhívni, tehát akkor oda kell szólni az ügyfélszolgálatra az alkalmazottnak, figyelj, számítsál rá, Google robot felhív angol nyelven, lediktál egy PIN kódot, írd fel, és aztán küld el nekem. Mert különben ugye nem tudja, hogy mi ez, akkor csak úgy megijed, meghallgatja ezt a dumát, leteszi a telefont, és aztán a PIN kódunk az meg elhussan. És akkor nem fog működni a dolog. De ezt a nagy hercehurcát ezt kiszenvedtük, akkor utána van egy ilyen helyek fiókunk, és akkor ez így egészen jó. Reméljük egyébként, hogy hamar megoldják a problémát a Google-nél, és akkor ez már egyszerűen fog menni, és nem kell trükközni vele. Ha ez az egész helyek fiók megvan, akkor az AdWords behúzás az nagyon egyszerű, megint csak hirdetésbővítmények menü, helybővítmények, új bővítmény hozzáadása, semmi más nem kell tenni, mint a Places account-nak az e-mail címét megadni, elmentjük, és onnantól kezdve már az AdWords fiókba be vannak húzva a Placesből az adatok, és ahogy mutattam a szlájdon, úgy fog megjelenni. Aztán ezt a remarketing dolgot ezt kihagyjuk, mert ez különben is nagyon-nagyon haladó, és eléggé zsibbasztó, és még néha ilyen matek példákat is felszoktam hozni, ami aztán végképp elkettelinti az embereket. Úgyhogy ezt a remarketing dolgot ezt átlépjük, majd hogyha mindenki már elég régóta kezeli a kampányát, és megvannak az alaprutinok és optimalizálja, akkor esetleg
eljön egy ilyen AdWords szemináriumra, és akkor ott megtudja, milyen ez a remarketing, de egyébként természetesen a neten is rá tud keresni, és akkor utána olvas, hogy miről szól ez. Nem ezzel kell kezdeni az első AdWords kampányunkat, fiókunkat felépíteni, hogy egy remarketing kampányt csinálunk benne. Nézzük meg inkább azt, hogy akkor még mire tudjuk használni, és milyen érdekességek vannak még az AdWords területén. Amire nagyon jó még az AdWords, az természetesen a válságkommunikáció, ami ugye sajátossága a rendszernek, ugye nagyon hamar bizonyos kulcsszavakra hirdeti szövegeket meg tudunk jeleníteni. Ami például, amikor ugye volt ez a BP olajkatasztrófa, akkor erre a BP nagyon rá is ment. Pontosan azért, hogy próbálja, akik ugye ez nagyon érdekelt mindenkit, rengetegen kerestek rá az első hirdetésen, első helyen látszik is a kiemelt hirdetésük, ahol ugye pont arról van szó, hogy mennyi mindent tesz a BP azért, hogy ezeket a károkat, ezeket ugye minél inkább minimalizálja, és hogy ezeket a mennyi mindent tesznek azért, hogy ezt a hibát ezt valamennyire kijavítsák. Csak így számokban, ameddig nem történt meg ez a katasztrófa, addig a BP az egy nagyon kis hirdető volt Google AdWords szempontból, mondjuk ilyen havi 10 000-es nagyságrendű dolláros költéssel, ami egy ilyen amerikai viszonylatban egy ekkora cégnél az nulla. Aztán így hirtelen, mikor megtörtént ez a katasztrófa, akkor egy hónap alatt így a legnagyobb 20 hirdető közé felmászott, és akkor már havi 3 millió dollárt költött. Úgyhogy elég sok pénzt költöttek arra, hogy tudjanak kommunikálni az emberekkel, de nagyon jól sikerült nekik ez a kampány, és jól bebizonyították azt, hogy ők tényleg küzdenek azért, hogy ne legyen akkora probléma. A másik az egy nagyon jó példa, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, szerintem ezt most így nem lehet elolvasni a kivetítőről. Ugye volt itt ugye ez a Vodafone-os botrány, amikor a T-Mobile házatok leálltak 2009-ben, és akkor egy ilyen szimpatikus Vodafone-os hirdetés ugye megjelent, hogy hát keresnéd a barátaidat, de nem éred el, gyere a Vodafone-hoz, nálunk most is elérheted a barátaidat. Ugye ez egy elég szellemes dolog, elég kegyetlen is volt, hogy a Vodafone ezt a problémáját a T-Mobile-nak ezt elég hamar lecsapta. Tehát, hogyha valaki ügyes, okos, kreatív, akkor ilyen dolgokra az AdWords-en nagyon gyorsan lehet reagálni. Miért van ez? Az emberek szinte már mindenre rákeresnek, a keresőbe ott kell lenni, itt lehet velük elsősorban kommunikálni. Na most ugye erre kereső optimalizálni elég nehéz napon belül, ugye? Tehát ugye ez az AdWords egyik legnagyobb előnye. Összeálltam a kulcsszavakat, és megjelenek rá, hogyha van pénz. Jó, tehát itt kaptunk egy tippet, Gyöngyös patak, ezt majd meg kell néznünk, meglátjuk, hogy mit hoz rá nekünk a Google. Jó, tehát ilyen lehetőségek is vannak. Az egy másik dolog, hogy ugye aztán a Vodafone-nál, aki ezt csinálta, annak nem volt erre létjogosultsága, és aztán kirúgták a cégtől, nem kell őt sajnálni, ezért a remek jó ötletért honorálták azzal, hogy nem a Vodafone-nál nagyobb, de egy saját pozíciához képest jóval nagyobb pozícióba el tudott menni egy marketing ügynökség, ez is elég jól megvan az új feladat körében. Jó, tehát itt vannak ugye az érvek, hogy mire jók, ez ugye azonnali reakció, tervezhető, és egyébként bármilyen más esetben is tudjuk ezt használni. Az első számú lényeg az, hogy hirtelen tudunk reagálni mindenre. Ez így van egyébként általános dolgoknál is, hogyha van akciónk, akkor az tök jó, mert az organikus találatok között hiába lehet megtalálni a weboldalamat, ott egy általános szöveget tudunk kommunikálni, de most nálam egy tök nagy akció, hogy a Nikon D5000-et 49 900-ért csak nálam meg lehet venni, akkor azt le kell kommunikálni az ügyfelekkel, és azt csak az AdWords-el lehet megtenni. Jó? Úgyhogy akkor ennyit így az AdWords-ről. Ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hogyha valakinek van kérdése, akkor az nyugodtan tegye föl most, vagy hogyha kivonulunk, akkor itt engem nyugodtan el lehet csípni, és mindenki kérdezgethet tőlem. Igen? Hát igen, a YouTube-os AdWords. Jó. Tehát igazából meg lehet oldani magyar fiókból is, hogy megjelenjen ott a hirdetésed, de hivatalosan nem. Tehát ha most azt kell mondanom, akkor Magyarországról nincs YouTube hirdetés. De persze egyébként van, ki kell trükközni a rendszert. Olyan egyszerű, hogy a kulcsszavak közé föl kell venni.
tartalmi házatos kampány, kulcsszavas tartalmi házatos kampány, és fölveszem a kulcsszavak közé, meg még beírok pár kulcsot, és akkor megjelenek ott. Hivatalosan egyébként nem lehet. Tehát egyébként nem mondhatnék ilyet, de meg lehet oldani ezzel a trükkel. De ugye ennek az a hátrány, hogy jó, meg fogok jelenni, a kulcsszavakkal valamennyire meghatározom, hogy milyen típusú videók mellett, de nincs az a lehetőség, mint ugye mondjuk UK, vagy US, vagy hát mindegy, tőlünk nyugatabbra, hogy meg tudom mondani, hogy milyen kategóriájú YouTube videók mellett akarom én megjeleníteni a hirdetésemet. Ez így nincs, nem működik. Erre is most nagy erőket fektetnek itt a magyarországi Google csoportnál, hogy elérjék ezt, hogy legyen youtube.hu, és akkor onnantól kezdve működik ez a AdWords-ből YouTube célzás. Jó, tehát így röviden így ennyit mondanék róla. Az API az meg ugye egy olyan dolog, mint bárhol, amikor ugye egy ilyen API-t írunk bármelyik rendszerhez, hogyha van megfelelő jogosultságunk, akkor a létező összes adatot le tudjuk kérni, és azokat tudjuk változtatni. Sőt, sokkal több változtatási lehetőségünk van, mint akár interfészről, vagy ha csak simán igazából az AdWords editort használjuk ugye a kampány menedzselésére. Jó, tehát ott például meg lehet olyan trükköt is csinálni, ugye mindenki nagyon jól tudja, vagyis hát ezt kicsit elkapkodtam, tehát nincsenek régóta futó AdWords fiókok, de ugye úgy van, hogyha van egy hirdetésünk, ha bát akarunk írni valamit, teszem azt mondjuk egy árat akarok lefrissíteni, mert most nem 11.990-ért adom, hanem 10.990-ért, csak ezt az egy dolgot átírtam a hirdetésbe, akkor ez egy új hirdetés, az előzmények elvesznek, és nulláról indul a statisztika. Ez ugye mondjuk probléma, főleg akkor, hogyha elég sok hirdetésszövegem van, és elég sűrűn változtatom őket. Tehát, hogyha van egy webshopom 10.000 termékkel, akkor iratok egy API-t, és az API-nál megvan egy ugyanolyan paraméter, mint ami van az a dinamikus kulcsszó visszaillesztésre a hirdetésbe, és akkor API-n keresztül meg lehet azt csinálni, hogy ő kicserél benne egy árat, de nem számít új hirdetésnek, megmarad a história a hirdetésnek, megmarad a minőségi mutatója, és akkor de kicseréltük benne az árat. Az egy másik dolog, hogy akinek webshopja van 10.000 termékkel, az először is rájön, hogy kézzel nem lehet azt az AdWords fiókot menedzselni, esélye nincs rá arra, hogy jó legyen, és tényleg költséghatékony, tehát az mindenképpen API kell, és már csak azért is, hogyha van 10.000 termék, ugye mindenkinél, minden kulcsszónál jó landing page-et akarok adni, tehát a terméknek a saját aloldalát, 10.000 terméknél ki fogja azt egyesével állítgatni, hogy kulcsszó, célúrel, kulcsszó, célúrel, és főleg, hogyha ezek változnak, az általában módszer, hogy én is megkapom az ügyféltől egy Excelbe, frankó, hogy benne van egy Excelbe, editorban csak becopy-pastelem és feltöltöm, de ő később küldi el, nem küldi el, elfelejtette, nem működik, nem jó. Az API-t megírod, ott van az adatbázisod, az API lefut, és az adatbázisból az AdWords adatbázisba áttölt minden adat, ami fontos. Így ennyi. Meg erről még 5 órát lehetne mesélni, de azzal rengeteg mindent meg lehet csinálni. Nincs mit. Na hát akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, aztán mégis valakinek eszébe jut valami, akkor kint is ott úgy meg lehet találni ott a honlapklinika, AdWords klinika környékén kérdésekkel, jó?